Sziasztok! Itt vagyok most Gergő edzőtermében. Ez van a legközelebb Málna bölcsiéhez. Ő most éppen beszokik. Nagyon, nagyon élvezi. Túlságosan. Biztos lesz ennek még bőtje. Majd meglátjuk. Az egész hét rettenetes volt. Minden futást úgy kezdtem, de úgy is lett vége. Szóval így hagyjuk is ezt a... Nem is tudom. Sokszor gondolkodom, hogy így... Miért is csinálom ezt a vlogot, és lehet, hogy magamnak, akkor is most már végigcsinálom, ha azt mondtam, hogy elkezdtem, vagy végigcsinálom, és elkezdtem, akkor ez most már így lesz. És egyébként pedig szerintem az a hullámzás, amit itt bemutatok, és igen, erről beszélek majd később, hogy ez természetes az életben. Én ezért vagyok úgy, hogy egyáltalán nincsen szükség szigorú edzéstervekre, egy ilyen sorvezetőre. Azt gondolom, hogy igen, nekem ugye a Testreforma klubban is ez van, ami ez van, tehát ezt adom a lányoknak, úgy is hívjuk, hogy torna ajánló, mert ott van, hogy végig tudom fogni a kezüket, hogy mire, hogyan edzenek, hogy változatos legyen a hét, hogy ne kelljen abból a nem tudom én, 3-400, vagy most nem tudom hány videóból nekik válogatni, hanem én ezt megcsinálom nekik, de minden héten, de hogy ez nem egy szigorú valami, nem állandóan az, hogy a fejlődés, hogy leszel jobb, úgy leszel jobb, például, hogyha ilyen körülmények közt is mivel szokássá tetted, vagy éppen mondjuk teszed azzá a mindennapi edzést, a jól létedért való tevést. Én amúgy egyetemen beszédfejlesztő pedagógusnak tanultam, ugye? Meg az is lettem. Szóval ez a mondat most helyes volt, hiszen biztos értettétek. Szóval rendben van az, hogy nem szigorú edzésterveket csinálsz, hogy nem az van, hogy akkor múlt héten mi volt, ahhoz képest, hogy fejlődsz, és legyen jobb mindig, mint a tegnapi önmagad, és ha csak ugyanannyira vagy jó, és ha már tegnap is épp elég jó voltál, és ha ma kevésbé megy, ez mind rendben van. És azt gondolom, hogy ezekben a videókban, ebben a sorozatban ez tökéletesen látszik, nem is választhattam volna ennek bizonyítására jobb időpontot. Egy ilyen emelkedett állapotban kezdtem el, intuitívan csak úgy adhok, hát látszik is, hogy ez 6 héten keresztül nem ilyen. Úgyhogy egy elég nyomott hangulatú lesz, vagy nem is tudom, az összes futásom az volt. Majd meglátjátok. Remélem, hogy végignézitek, és nagyon köszönöm, hogyha hozzászóltok, mert egyrészt nagyon jól esik, másrészt meg nyilván tudom akkor, hogy mi a ti reakciótok erre, de szóval én nem versenysportolókat edzek, nem az ő sportolásukat, nem az ő mindennapjaikat akarom motiválni. Persze, ők edzenek reggel este több órát, oké. De az átlagember nem így él, és én az átlagembert szeretném egy fenntarthatóan egészséges életmódra, életstílusra motiválni. És azt hiszem, hogy ezekkel a videókkal egyébként megmutatom, hogy az én életem is ilyen. Na, hát elég hirtelen váltottunk a napszemüvegről mellényre. Durva. Viszont talán az allergiámnak jobb lesz, bár katasztrófa. Na de szépen sikerült ide beállnom. Mondjuk vonalon belül vagyok, jó? Szóval... megvan, mit akartam. Szóval megint elfelejtettem. Ez nekem olyan, hogy hát marhára nem az én időpontom, de múlt héten nem futottam, csak egyet. Nagyon kivoltam múlt héten, és az benne is volt az előző videóban az egy. Szóval most azért így megpróbálok. Most se tudok szerintem sokkal többet. Mindegy, meglátjuk. Most el tudtam jönni, eljöttem, és hát lesz, ami ilyen.
Na, hát most már futás után vagyok. Egyébként előtte is bejelentkeztem, csak annyira össze-vissza beszéltem, hogy szerintem ezt újra kezdem. Szóval túl vagyok. Most egy olyan heten, ahol csak egy darab, ezt a hévet már megszokhattátok, ahol egy futásom volt összesen, és ez benne is volt az előző videóban, ugye. Az allergiám egyszerűen teljesen kikészített, én 30 éve vagyok allergiás, és ennyire rossz sose volt, vagy nem, ez nem igaz, de körülbelül 5-ször életemben. Nem aludtam, nem kapok levegőt, nem érzek ízeket, köhögök, fáj a torkom, a fülem, a fejem, de egyébként most jobb, tehát most éjszaka aludtam szerintem 8 órát. Na, és ez látszódott ezen a futáson is, ahová ugye hirtelennyiben a napszemüveget lecseréltem pufi mellényre, bár ez egyébként sok volt. Nem fűztem egyébként nagy reményeket ehhez, de már nem is baj, hogy ezt nem mondtam, vagy igen, nem mondtam el az elején. Mert úgyis tulajdonképpen az első hét volt csak ilyen lendületes, de motiválónak lehet, hogy motiváló egyébként, csak hát na, ilyen most az élet, meg hát ugye az első videóban el is mondtam, hogy mik most az én életkörülményeim és lelkiállapotom, ez azért rányomja nyilván a bélyegét mindenre, és hát valószínűleg még egy ideig rá is fogja. Úgyhogy hát mindezt elfogadva tudom hát vinni leginkább a mindennapokat, nem csak ezt a futást, ez a legkevesebb. Úgyhogy ezt tényleg abszolút megengedően, rugalmasan, intuitívan kezelem, és így sokkal könnyebb. Ezt a mait sem néztem amúgy, csak hallgattam, hogy mikor kell futni, mikorra a pihenő, és nem néztem, és a sebességemet, és ugyanolyan jó lett, mint máskor. Vagy egy kicsit jobb is, most már majdnem 6 kilométert futottam, 90 méter híján, úgyhogy haladunk. Egy valamit még elmondok, amit az előzőben felvettem, hogy egyébként most már 3 óra van délután, sose jövök ugye ilyenkor, ezt szerintem már tudjátok is rólam. Nem ebédeltem ma. Hú, de nem kapok levegőt. Szóval reggel én akartam jönni, csak ugye hétfő van, szóval egyedül vagyok a gyerekekkel, kivéve, hogy ma hozzánk jött babysitter, ő már volt nyár előtt korábban párszor, és nagyon szeretjük, és nagyon megbízható és tündér a gyerekekkel, de valahogy bennem még nincs az, hogy ott tudom hagyni teljesen egyedül órákra Málnát. Vincét ott tudnám, de Málnát még nem. Mindegy, de közben meg lehet, hogy bölcsibe megy, na mindegy, meglátjuk. Ezek így egyszer csak így beütnek nálam, hogy így átvált az agyam. Na de azt gondoltam, hogy Vincét bevisszük az óviba közösen, és utána ők játszanak itt a játszótéren, én meg futok. Na de elkezdett esni az eső. És hát így nyilván ők nem lehettek kint. Én futottam volna esőben, de hát mivel már nem akartam azt, hogy őket hazaviszem, én meg visszajövök futni, mert mondom, na, több okból sem. Na mindegy, szóval reggel már volt egy ilyen kudarc élményem, egy ilyen dugába dőlt tervem, de összeszedtem magam és jöttem. Egy újabb nap, ami többszörösen nem úgy indul, ahogy én ezt elterveztem. Azt gondoltam, hogy akkor ma a Málnával futunk babakocsisat, de már alapból későn indultunk el, de nem lett volna rossz, ha nem hagyom otthon a babakocsit. És meg akkor sem lett volna rossz, ha egyet, vagy akkor, az nem, akkor nem lett volna rossz, ha időben elindulunk, de ez se jött össze. Úgyhogy nem baj, mert így gondoltam, hogy mindegy, akkor most eljövünk ruhát venni, egyébként ide a kis göncömbe járunk. Hogy járunk, hát szoktunk jönni. Ez egy ilyen használt gyerekruhás, nagyon szeretjük. Itt van Gergőnek mellette a terme. De erre elaludt Málna. Szóval, akkor most így ez sem jött össze. Azt gondoltam egyébként, hogy Gergő meg még itt van,
és addig bemegyek, vagy bemegyünk hozzá, meg itt fogunk majd motorozni, meg ilyenek, de ő meg már Pécelen van, mert ugye majd ott tart órát, de előbb oda ment, szóval ez sem jött össze. Na, szóval az lesz, hogy eszem valamit nem sokára, és akkor ma sem ebédelek, hanem mikor Gergő hazaért, akkor megyek futni, csak most megint jó meleg lesz, de na, ez legyen a legkevesebb. Hátha. Az jutott eszembe, hogy a Covid alatt láttam olyat, aki az erkélyen futotta le a maratont, vagy félmaratont, nem tudom, de oda-vissza futott, nem tudom, 7 métereket. Szóval, ha ő megoldotta azt, hogy annyit fusson, amennyit szeretne, és azon körülmények közt, amik adottak, hát akkor én is képes vagyok rá. Ma... Most nem is tudom már hány óra van, de ilyen, szerintem már ilyen 11 körül, és hát szerintem egy másfél órája akartam elindulni, vasárnap van, vagyis akartunk, nagyon nem másfél órája, de mondjuk egy, mindenki nagyon nehezen felöltözött, az volt, hogy Gergő rá reggel futott, és az lett volna a terv, hogy ő játszik a gyerekekkel a játszótéren, én futok, és utána hamburgerezünk egyet, és ez lesz az ebéd most, itt a Kalózburgerben. De nagyon úgy látjuk Málnán, hogy hát akkor persze, amikor már fel volt öltözve teljesen, és így néztem, hogy nem lázas, és egyébként nem lázas, sőt, bízunk benne, hogy kifele jön egy betegségből, vagy nem is tudom, hogy ezt lehet, hogy mondtam, hogy beteg volt. De lehet, hogy visszaesett, nem tudjuk, vagy csak ott volt nyűgös, mindegy, nem lázas, de a lényeg az, hogy el nem hoztuk azért ide, szóval akkor mindent átgondolni, Vince megkereste a hátizsákját, mert ő gesztenyéket akar gyújtani, de most lehet, hogy még nincs gesztenye, mindegy, akkor kavicsokat, mindegy, őnek ez volt a fejében, most akkor nincsen semmi gyűjtés, nincsen pataknál biciklizés, ezt akkor mindenkinél kezelni, hogy akkor nem ide jövünk, csak én jövök, az ebéd nem tudom, mi lesz, és hogy lesz, hogy mikor fognak a gyerekek elaludni, utána eszünk, előtte eszünk, mert hogyha most vinnék haza innen hamburgert, az milyen lenne, mire ők felkelnek, szóval meglátjuk. Én most elmegyek futni, ez biztos, és aztán meg valahogy majd eszünk. És most pedig átmegyek a másik helyre, mert itt nem tudok pisilni. Jól áll. Közben egyébként rohadtul elment a kedvem az egész kutatástól, mindentől. De egy tökre akartam, hogy ne így kezdjek már el egy rohadt kutatást. Magam miatt sem, meg mivel nem hazudok, szóval miattatok se, szóval én úgy azt mondom, ami van, ahogy kezdem, de hogy mindegy is. Szóval az egész logisztikától és azóta is csak itt oda-vissza járkálok kb. Közben beszélek Gergővel, az már inkább veszekedés, mint vagy vita, vagy inkább csak mindketten ingerültek vagyunk. Mindegy, egy próbálok futni. És akkor ez most nem is lesz szélesebb, mivel elkezdett ömleni az eső, fúj a szél, szóval megyek haza a picsába. Igen, hát ez most ennyi, nem lesz. Nem. Na, de ömlik az eső. Jó volt. Az eső elállt, szóval újra próbálom.
Mindegy, futok akkor esőben. Közben írtak otthonról, hogy az unokaöcsém, ugye ott van apuval, hogy ugye akkor árvíz jön, hogy nálunk a nappaliba is be fog menni. Nyilván apukámnak más sem hiányzik. Mi nem tudunk menni, tegnap volt Gergő segíteni pakolni, ma nem tudunk menni, illetve most nincs ránk úgy szükség, de ugye mivel nem volt, tehát mivel apósom ugye beteg lett, a gyerekeket nem tudtuk hova lerakni, szóval ketten nem tudtunk menni pakolni. Úgyhogy most ők pakolnak, és közben, ahogy a konyhabútort szedték szét, az ketté tört egy része erről. Most kaptam egy fotót. A legjobb lesz, ha elmegyek futni. Jó, megtelt. Közben a patak vize. Mármint nem a futásom alatt, hanem az előző futás óta. Na, hát nem véletlen, hogy sportot mindenhol, minden esetben ajánlom. Még leültem egy kicsit ugyanott, ahol szoktam, de nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, hogy lefutottam. 7 kilométer volt egyébként, és akartam, hogy nagyon jól esett a vége, vagyis a második fele tényleg jól esett. Szóval vicces lesz visszanéznem az előzményeket, de hát tényleg ilyen az élet. Én azt gondolom, hogy most nekem egy kicsit nehezebb valószínűleg. Igen. De attól még ezek a hullámok, ugye az életben nem az, hogy persze egy nap is, amit most itt bemutattam, de hogy ugye az életben az ilyen. És az szóval természetes, és mindig ezt mondom, hogy ezzel kell együtt egy olyan életmódot kialakítanod, olyan szokásokat, amiket ilyenkor is nagy részt tudsz tartani. Mert ha most nem futottam volna, akkor se lett volna semmi. Ha most hazamegyek, és filmet nézünk Gergővel, erre esélyünk sincs, hogy a gyerekekkel, na mindegy, akkor se lett volna semmi. Mert mi van akkor? Akkor eljövök legközelebb. De hogy nagyjából ezeket tartani tudjuk. Na, erre törekszem magammal szemben is, illetve vagy a magam részéről is, és nagyon-nagyon ezt próbálom átadni nektek is. Itt, az Instagramon, vagy a Facebookon, természetesen a Testre Forma Klubban, ahová most már tényleg mindjárt lehet jelentkezni, és hát a Hasra Forma programban ugye, ráadásul Zoomon, ide tudtok jelentkezni már, ugye? Sőt, már a helyeknek több mint a fele betelt. Ez ugye évente csak kétszer van. Na de ott ugye ráadásul úgy, hogy beszélgetni tudunk egymással, nem csak én beszélek hozzátok. Szóval ennek a hétnek itt a vége. Ezért is kaptátok egy picit később ma a videót, mármint hogy ma vasárnap van nálam, nálatok meg hétfő, vagy amikor nézitek. Köszi, hogy még mindig itt vagytok, és köszi a hozzászólásokat. Na hát nem akarom tovább húzni ezt a videót, nagyon-nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. A következőről annyit előjáróban, hogy a hullám völgy után épp egy hullám hegy fog jönni, aztán majd meglátjuk, hogy folytatódik. Nagyon-nagyon fontos, hogyha ti is futtok, akkor hasizmot, törzsizmot erősíteni kötelező. Tényleg kötelező, ugyanúgy, mint például kismamaként is kötelező, szülés után meg pláne kötelező, de az mindennek az alapja. Úgyhogy, ha szeretnétek ezt nagyon könnyedén, az előző mondat nem sikerült, szóval a lehető legkevesebb idő befektetéssel, de leghatékonyabb módszerrel szeretnétek fejleszteni, akkor gyertek a Hasreforma programra, ami október 7-én kezdődik, minden évben csak kétszer van ilyen, és tényleg heti 3-szor 20 perccel azokat az eredményeket, amikről már nagyon sokszor beszéltem, tényleg el tudod érni, és tényleg egy életen át tartó tudást kapsz hozzá, hogy mindig minden mozdulatoddal tudd a hasizmodat, a törzsizmaidat megfelelően tartani, edzeni minden edzés alatt. Jó, úgyhogy várlak titeket, www.hasreforma.hu, ott tudtok jelentkezni, és
bármelyik csoportot még választhatjátok, még mindegyikben van egy-két hely, vagy a reggeliben több. Na, várlak titeket ott is, illetve a következő videóban. Sziasztok!